10 egészségügyi előny, amit a gyömbér hatása eredményezhet. A gyömbér hatása évek óta egyre nagyobb figyelmet kap, és nem is véletlen. Számtalan kutatás már most igazolja, hogy milyen hasznos is lehet beiktatnunk ezt a növényt az étrendünkbe. A gyömbér egy olyan virágos növény, amely Dél-Kelet-Ázsiából származik, és világszerte az egyik legegészségesebb és legfinomabb fűszerek közé sorolható. Közeli rokonságban áll a kurkumával és a kardamommal is. A gyömbért frissen, szárítva vagy akár olajként, esetleg gyümölcsként is fogyaszthatjuk, előszeretettel alkalmazzák különböző receptek során, de olyan is előfordul, hogy bizonyos élelmiszerek vagy kozmetikumok részeként jelenik meg. Videónkban most a gyömbér 10 egészségügyi előnyét fogjuk bemutatni neked, azonban mielőtt tovább mennénk a videónkban, kérlek ne felejts el feliratkozni, és tekints meg korábbi videóinkat is a csatornánkon. Jótékony hatással bíró gingerolt tartalmaz. A gyömbért nagyon régóta használják hagyományos és alternatív gyógyászatban, többek között előszeretettel alkalmazzák emésztés elősegítésére, émeigés csökkentésére, valamint influenza és megfázás elleni küzdelmekben is. A gyömbér egyedülálló illata és íze természetes olajaiból származik, amelyek közül a legfontosabb a gingerol. A gingerol a gyömbér fő bioaktív vegyülete, amely leginkább felelős a gyömbér egészséges hatásaiért. A rendelkezésre álló kutatások szerint a gingerol erős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással bír, így például segítheti csökkenteni az oxidatív stresszt a szervezetben. Hatékonyan kezelheti az émeigést. Jelenleg úgy gondolják a kutatások, hogy a gyömbér hatása kifejezetten hatékony lehet az émeigéssel szemben. Például gyakran segítheti enyhíteni az émeigés és a hányinger érzéseit műtéten átesett pacienseknél, de akár a kemoterápiában résztvevő betegeknél is enyhítheti az említett tüneteket. Kifejezetten előnyös lehet a nők számára terhesség idején, főleg a reggeli rosszulétek során. Egy kutatás során 1278 terhes nőt kértek meg arra, hogy fogyasszon naponta 1,5 g gyömbért. Azok, akik rendszeresen fogyasztották a növényt, kevesebb esetben számoltak be hányingerről és émeigésről. Azonban a gyömbér a terhes nők esetében akár ellenjavallatként is megjelenhet, így minden esetben konzultáljon orvosával, mielőtt úgy dönt, hogy rendszeresen fogyasztani kezdené ezt a növényt. Segíthet a fogyásban. Embereken és állatokon végzett kutatások azt mutatják, hogy a gyömbér hatása akár a fogyás során is megjelenhet. Egy 2019-es áttekintés arra a következtetésre jutott, hogy a gyömbéres kiegészítők alkalmazása jelentősen csökkentette a testsúlyt, a derékcsípő arányt a túlsúlyos vagy elhízott emberek esetében. A gyömbér súlycsökkentő hatása valószínűleg azzal függ össze, hogy képes növelni az elégetett kalóriák számát, illetve csökkenteni a szervezetben megtalálható gyulladásokat. Segítheti az ízületi porckopás megelőzését. Az oszteoartritis gyakori egészségügyi probléma, amely magába foglalja az ízületek elváltozását a testben, ami végső soron ízületi fájdalmakhoz és merevséghez vezethet. Néhány kutatás úgy találta, hogy azok az emberek, akik rendszeresen alkalmaztak gyömbért, kisebb mértékben tapasztaltak ízületi fájdalmakat. Egy másik 2011-es tanulmány során pedig arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy a helyileg alkalmazott gyömbér segíthet csökkenteni a fájdalmat és a merevséget a térdüzületi problémákkal szenvedő betegeknél. Csökkentheti a szívbetegségek kockázatát és javíthatja a vércukorszintet. A gyömbér hatása jelentősen csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, és egy új kutatás alapján erős antidiabetikus tulajdonsággal is bír. Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek a tanulmányok igen frissek, így mindenképpen több időre és további kutatásra lesz ahhoz szükség, hogy teljes bizonyossággal kijelenthessük a gyömbér az említett területekre történő pozitív hatásait. Segíthet a krónikus emésztési zavarok kezelésében. A krónikus emésztési zavarok olyan visszatérő fájdalmakat okozhatnak, amely kellemetlen érzésekkel járhatnak a gyomor felső részében. Az orvosok egy része úgy gondolja, hogy az emésztési zavarok egyik fő oka a gyomor késleltetett kiürülése, azonban úgy fest, hogy a gyömbér pontosan ezt a kiürülési folyamatot javíthatja, illetve felgyorsíthatja. Jelentősen csökkentheti a menstruációs fájdalmakat. A menstruációs ciklus alatt érzett fájdalom nagyon sok nő számára elviselhetetlen lehet, azonban a gyömbér hatása akár enyhítheti is az ilyen jellegű tüneteket. Egy 150 nő bevonásával készített kutatás során arra kérték a résztvevőket, hogy szedjenek gyömbért a menstruációt megelőző 3 napban. A kutatás végén az az eredmény született, hogy a gyömbér akár hasonlóan hatékony lehet, mint a nem vényköteles fájdalomcsillapító gyógyszerek alkalmazása. Bár az eredmények igen ígéretesek, még mindig szükség van további vizsgálatokra az eredmények megfelelő validálásához. Segíthet a rák megelőzésében. A gyömbér hatása már több alkalommal kapott figyelmet a rákos megbetegedések megelőzésénél és kezelésénél. A növény rák ellenes tulajdonságait a gingerolnak tulajdonítják, amely nagy mennyiségben megtalálható a nyers gyömbérben.
Egy 28 napos vizsgálatban a vastagbélrák normál kockázatának kitett egyének körében napi 2 g gyömbérkivonat szignifikánsan csökkentette a gyulladást elősegítő jelző molekulákat a vastagbélben. Azonban a későbbi nyomon követő vizsgálatok nem hoztak hasonló eredményeket. Korai bizonyítékok már rendelkezésre állnak azzal kapcsolatban is, hogy a gyömbér hatása akár segíthet a hasnyálmirigyrák vagy a májrákkal szemben is, azonban több kutatásra lesz szükség a jövőben a biztosabb eredmények érdekében. Javíthatja az agy működését és védelmet nyújthat az Alzheimer-kór ellen. A korábban említett oxidatív stressz és krónikus gyulladások felgyorsíthatják a szervezetben az öregedési folyamatokat. Az orvosok úgy gondolják, hogy az Alzheimer-kór egyik fő mozgató rugója az öregedéssel összefüggő kognitív hanyatlás. Néhány állatkísérlet arra utal, hogy a gyömbérben található antioxidánsok és bioaktív vegyületek gátolhatják az agyban fellépő gyulladásos állapotok kialakulását. Sőt, már azzal kapcsolatban is rendelkezésre állnak tanulmányok, hogy a gyömbér közvetlenül javíthatja az agyunk működését. Segíthet a fertőzések leküzdésében. A gingerol csökkentheti a fertőzések kialakulását, illetve aktívan részt vehet azok leküzdésében is. Egy 2008-as tanulmány szerint kifejezetten hatékonyan alkalmazható a gyulladásos fogénybetegségeknél, illetve más, szájhoz kapcsolódó baktériumoknál is. Összegzésként elmondható, hogy a gyömbér hatása az emberi szervezet számára megkérdőjelezhetetlen, és egyre több kutatást lát napvilágot a további egészségügyi előnyeivel kapcsolatosan. A felfedezésre kerülő egészségügyi tulajdonságok egy részénél további vizsgálatokra lesz szükség, de az eredmények már így is lenyűgözőek bizonyos területeken. Röviden, ha te is szeretnél valami hasznosat tenni a szervezeted egészségéért és védelméért, úgy bátran ajánljuk a gyömbér rendszeres fogyasztását neked is. Ennyi volt már a videónk a gyömbér hatásával kapcsolatosan. Ha tetszett a videó, kérlek ne felejts el feliratkozni, nyugodtan tekints meg korábbi csatornánkon lévő videóinkat, és találkozunk a jövő héten.